Itt a híradó, köszöntöm Önöket! Sajtótájékoztatót tartott ma délelőtt a Fidesz helyi alelnöke. Ungár Tamás a Jobbik helyi elnökének keddi sajtótájékoztatóján elhangzottakra reagált. Azt mondta, Süle Zsolt és a Jobbik a békétlenséget, a hangulatkeltést és a hozzá nem értést képviseli a helyi önkormányzatban. A Jobbik helyi elnöke és önkormányzati képviselője kedden kritikával illette a hegyi utak felújítását és a Szent István úti áteresz átépítésének elhúzódását. A Fidesz helyi alelnöke hangsúlyozta, a hegyi utak esetében fenntartási kötelezettsége van az önkormányzatnak, ez pedig az utak állagának megőrzését jelenti. Az évente végzett kátyúzásokkal pedig ennek eleget is tesz a város. Süle Zsolt nincsen tisztában azzal a jogszabályi környezettel, ami ezeknek az utaknak a fenntartását, illetve építését jelenti. Nem igaz tehát az az állítása, mely szerint önkormányzati kötelesség lenne különböző gyűjtő utaknak és a sajtótájékoztatóban felsorolt utaknak a építése. Lehetősége a lakóknak van építésre, úgy, ahogy egyébként a város területén mindenhol. A mostani felújítással egy olyan állapot állt elő, mondta az alelnök, amely hosszabb távra biztosíthatja a biztonságosabb közlekedést az említett utakon. Képviselő úr minőségre vonatkozó megjegyzését nem szeretném kommentálni. Én azt gondolom, hogy előzetesen ítéletet mondani egy kivitelezés, egy beruházás minőségéről meglehetősen merész dolog. Természetesen meg fogjuk nézni az év folyamán, hogy milyen hatékonysággal teljesült ez a kivitelezés, és hogyha szükséges, akkor be fogunk avatkozni, ezt is elmondtuk, hogyha lehet és belefér a költségvetésünkbe, akkor ezt minden évben kettő alkalommal szeretnénk megtenni. Ajánlom képviselő figyelmében magyarországi önkormányzatokról, helyi önkormányzatokról szóló törvény 32-es paragrafusát, amely előírja a helyi önkormányzati képviselők jogait és kötelességeit. Ezek jogok között például szerepel a megfelelő információ kérésének a lehetősége is. Éljen vele a képviselő úr, szerintem mindannyiunknak jót tenne. Ungár Tamás azt mondta, Süle Zsoltnak igaza van abban, hogy az utóbbi években a városi költségvetésből csak kátyúzásra jutott pénz, de tudni kell azt, hogy a város útjainak felújítása a legóvatosabb becslések szerint is 1,5 milliárd forintba kerülne. Ez az összeg meghaladja az önkormányzat költségvetési lehetőségeit, és sajnos el kell mondjuk, hogy pályázati lehetőségek nagyon régen nem adódtak már arra, hogy belterületi utakat szilárd burkolattal tudjunk ellátni és tudjunk felújítani. Ungár Tamás elárulta, a közeljövőben egy felmérést fognak elvégeztetni a város teljes úthálózatára vonatkozóan. A Fidesz helyi alelnöke a sajtótájékoztatón azt mondta, véleménye szerint a Jobbik képviselője a testületi ülésen megértette a Szent István úti áteresz felújításának problémáját, mégis úgy nyilatkozott, mintha a projekt elhúzódására nem lenne magyarázat. Én azt gondolom, hogy számíthatunk a pápaiak megértésére ezzel kapcsolatosan, és talán nem ülnek fel a Süle Zsolt féle és a Jobbik féle úszításnak. Természetesen kérjük a türelmüket. A sajtótájékoztatón Ungár Tamás azt mondta, Süle Zsolt a hangulatkeltéssel nem a pápaiak érdekeit szolgálja, azzal csupán saját politikai érvényesülését kívánja elősegíteni. A Jobbik önkormányzati képviselője alkalmatlan a konstruktív önkormányzati munkára, fogalmazott Ungár Tamás. Tegnap a kúria hitelesítette az MSZP népszavazási kérdését a boltok vasárnapi nyitvatartásáról. Ezzel a döntéssel legkorábban őszre népszavazást írhatnak ki. A párt aláírásokat gyűjt többek között Pápán is. Más témák mellett ez hangzott el azon a tegnap délutáni sajtótájékoztatón, melyet Gröber Attila tartott az MSZP Korvin utcai székházában. Három témában indított aláírásgyűjtést is támogat az MSZP. Az állami termőföldek értékesítésének tilalmáról és az állami cégek alkalmazottainak bérmaximalizálásáról már láthattunk aláírásgyűjtőíveket. A kúria tegnapi döntése értelmében úgy tűnik, a vasárnapi bolt nyitvatartásról is kezdeményezhet népszavazást a párt. Egyetértően azzal, hogy az országgyűlés semmisítse meg a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014 évi 102. törvényt. Miután a kúria ezt
fogadta. Mi azt gondoljuk, mi ma azt gondoljuk, hogy ebben is megkezdhetjük az aláírás gyűjtést. Mi ma ezt gondoljuk, és azt is gondoljuk, hogy hétfőre a már rendelkezésünkre álló előbbi két ügyben meglévő aláírásgyűjtő ívek mellé egy harmadik ívünk is lesz. A boltnyitva tartás mellett az állami földek értékesítésének tilalmát is kezdeményezik. Ezzel a nemzeti vagyon kiárusítását kívánják megakadályozni, tette hozzá Gröber Attila, aki a harmadik kezdeményezésről, az állami szektorban lévő bérek 2 millió forintos maximalizálásáról is szólt. Nem tartom elfogadhatónak, hogy miközben az ország komoly kihívásokkal néz szembe, ma ezeknél az intézményeknél előfordulnak havi 4, 5, sőt esetenként 7 millió forintos fizetések is. Az MSZP 3 népszavazási kezdeményezésre készül, ezekhez gyűjt aláírásokat. Mi ma azt gondoljuk, hogy hétfőtől elő tudunk készíteni egy 3 igenes népszavazást a 2 millió forintos bérplafonról, a termőföldek állami tulajdonban maradásáról és a vasárnapi nyitvatartás kérdéséről. Az aláírásgyűjtő íveket május közepéig kell leadni. A választási bizottság legkorábban ősszel írhat ki népszavazást a témákban, hangzott még el a sajtótájékoztatón. Varga Umbrik Eszter jól szerepelt egy többfordulós válogatón, és tagja lett a Nemzetközi Ifjú Fizikusok versenyére készülő magyar csapatnak. A Pápai Református Kollégium gimnáziumának diákja hónapok óta készül a versenyre, mely a legrangosabb nemzetközi megmérettetés ebben a tantárgyban. Fizika világkupaként is emlegetik. A nemzetközi versenyre prezentációkkal készülnek a diákok. Összesen 17 feladatot adtak ki előzetesen, ezeket dolgozza most ki az 5 fős csapat. Nehéz fizikai problémák ezek, így a fiatalokat témavezetők segítik, a BME tanárai, a Magyar Tudományos Akadémia tagjai. Eszter 3 problémával foglalkozik. Egyrészt vizsgálja, hogy hogyan lehet érintésmentesen meghatározni az üveg vastagságát. Másrészt méréseket végez a gurulós bőröndök hatékony mozgatását illetően. A harmadik feladatát nemrég kapta meg, az úgynevezett frisbee örvényekkel foglalkozik. Azt kell vizsgálni, hogyha a vízre merőlegesen beleállítunk egy függőleges síkú lemezt, és azt elkezdjük tolni a vízzel párhuzamos irányba, akkor örvények jelennek meg a vízen, és hogy ennek a stabilitását és a mozgását vizsgáljuk. Eszter ezzel a problémával most kezdett foglalkozni, de a másik két feladat már jól áll. Legrégebbi, az most már majdnem a befejezett stádiumban van. A bőröndös, a méréseink nagyon jól alakulnak, az elméleti modellünket még fejleszteni kell, de vannak nagyon jó segítségeink a BME-s tanszékről, ilyen, akik ezzel a mozgással foglalkoznak, ők nagyon sokat segítenek. Varga Umrik Eszter a Református Gimnázium természettudományos osztályába jár a matematika-fizika tagozatra. Bár világversenyre készül, azt mondja, az órák sem unalmasak, hisz egyrészt mindig tanul újat is, valamint kap plusz feladatokat tanárától. Nagyon örül, hogy tagja lehet a magyar csapatnak. Szerintem mindenki arról álmodik, aki szereti a fizikát már ilyenkorban is, hogy ezt csinálhassa, és nagyon jó, hogy az iskola támogat abban, hogy megvalósítsam az álmaimat, és ezzel foglalkozhassak. Az ifjú fizikusok nemzetközi versenye júniusban lesz Oroszországban. Kuti Dominik közgázos diák nyerte korosztályában a Zrínyi Ilona matematika verseny megyei fordulóját. A 9. diák jó logikai képességekkel rendelkezik, ezért is választotta ki tanára Kádiné Patus Viktória a megmérettetésre. Dominik Veszprémből aranyéremmel térhetett haza. A Pápai Képzési Centrum gazdasági szakközépiskolája és kollégiuma évek óta nevez diákokat különböző versenyekre. Az intézmény egyik matematika tanára Kádiné Patus Viktória idén 2 diákját vitte a megyei Zrínyi Ilona matematika versenyre. Nyilvánvalóvá vált, hogy nagyon jó meglátásaik vannak, nagyon jó logikájuk van, jegyeik is nagyon jók, úgyhogy ez alapján választottam ezt a két tanulót, ugye Harmat Júliáról és Kuti Dominikről van szó. A két diák közül Kuti Dominik a 9. évfolyam szakközépiskolai kategóriájában aranyérmet szerzett. A diák már járt általános iskolában is matematika versenyekre. Ez a mostani a legjobb helyezése. Beültünk egy terembe, és ott nagyon sokan voltunk, a 9-től a 12-esekig mindenki volt,
Előtte igazából nem nagyon készültünk. Egy óra volt körülbelül a 30 feladatra. Inkább logikai jellegűek voltak. Számolás az kevesebb volt benne. A verseny zömében logikai feladatokból állt, és jóval nehezebbek voltak, mint a tananyagban találhatók. Nehezebbnek kell lennie ezeknek a feladatoknak, hiszen ez alapján tudjuk a legjobbakat kiválasztani. Tehát itt nem az órán elhangzottakat mérik elsősorban, hanem tényleg, hogy mennyire van logikája, mennyire tud gyorsan dönteni feleletválasztós kérdésekből, mennyire ügyesen tud választani. Az elsősorban matematikai logikát mérő feladatok versenyének országos döntőjére a megyei aranyérmes Kuti Dominik nem került be, de azt mondja, jövőre újra részt kíván venni a megmérettetésem. A Pápai Vörös Sándor általános iskolának több mint 15 éven át tartó testvériskolai kapcsolata volt a schwetzingeni Hilda Schuléval. Ez az iskola most megszűnik, de a pápai intézmény talált egy másik partnert a német városban. A Schimper Schule lett a Vörös új testvériskolája. A pápai diákok márciusban látogattak el Schwetzingenbe az új partnerintézmény meghívására. 13 diák utazott Schwetzingenbe Mógor Adrien és Gőgő Zoltánné kíséretében. Ez volt az új kapcsolat első közös alkalma, a vöröses diákokat nagy szeretettel fogadták. A partnerséget mindkét intézmény támogatja. Azért tartjuk fontosnak, mert a gyerekek így a nyelvtanulás szempontjából is, hogyha egy hetet töltenek külföldön, illetve amikor visszajönnek a diákok, akkor egy nagyon jó lehetőség arra, hogy az idegen nyelvtudásukat csiszolják, kipróbálják, milyen is anyanyelvi környezetben egy külföldivel beszélni. A pápai csoport számára gazdag programot szerveztek a vendéglátók, sokat kirándultak a vörösösök. Megismerkedtünk a várossal, vezetés volt számunkra a kastélykertjében, megcsodálhattuk az ottani építményeket, megnéztünk ott egy muzulmán mecsetet. A kastély látogatás után egy kis városnézés volt, második nap egy mannheimi kiránduláson vehettünk részt, ahol szintén egy gyönyörű parkot, a Luisenparkot néztük meg, illetve a gyerekek mindenféle csodás dolgokat tudtak kipróbálni a Technomúzeumban. A diákok kevés kivétellel először jártak Németországban, gazdag élményekkel tértek haza. Új barátokat lehet szerezni, meg lehet ismerni a külföldi életet. Nekem a legnagyobb élmény az volt, hogy megismerhettem idegen gyerekeket, a németeket és a szokásaikat. Megismertem sok szép helyet. A diákok családoknál laktak, a közös programok is jó alkalmat teremtettek a nyelvgyakorlásra. Néha így úgymond kézzel-lábbal, de azért ment. Eléggé fura volt, hogy nem magyarul beszélnek hozzám, de azért értettem pár szót belőlük. Te németül tanulsz, ugye? Igen. Sok új szót tanultál, vagy kifejezést esetleg? Hát igen. Legközelebb a schwetzingeni diákok jönnek Pápára, a tervek szerint a következő tanév elején. Nemzeti ünnepeink egykor és most. Ezzel a címmel tartott szerda este előadást Bali István középiskolai tanár a KDNP összejövetelén. A programon elsősorban a három hivatalos, az alaptörvényben is rögzített nemzeti ünnepünkről, március 15-éről, augusztus 20-áról és október 23-áról esett szó. Hogy hogyan ünnepeltünk egykor és hogyan ünneplünk ma, sok mindent elárul a nemzet állapotáról, mondta köszöntőjében dr. Hauber Károly, a KDNP helyi elnöke. A téma sok érdekességet tartogat, tette hozzá, s ezt az előadó be is bizonyította. Bali Istvántól megtudhattuk például azt, hogy a három nemzeti ünnepünk közül melyik a legrégebbi, melyik a legújabb, vagy hogy melyik volt a történelmi idők során a legellentmondásosabb. Köztudott, hogy a Kádár korszaknak ugye igazából elfogadhatatlan és feldolgozhatatlan, megemészhetetlen volt ezek az 56, és természetesen addig, ameddig a Kádár korszak létezett, addig nem létezhetett a 56-ról való megemlékezés hivatalosan, és igazából éppenséggel az 56-nak a megítélésébe történt változás jelezte azt, hogy a Kádár korszaknak vége van. Legrégebbi nemzeti ünnepünk a Szent István király tiszteletét jelző augusztus 20-a, hiszen az államalapítás megünneplését már Szent László elrendelte, az aranybullában pedig törvényileg is szabályozták.
politikai szempontból is fontos volt az, hogy a későbbi királyok a Szent Királynak az emlékét megőrizzék, erősítsék, tudatosítsák, egyfajta alátámasztását adva ezzel a rendszerüknek, ami az istváni alapokon épült ki, és hát természetesen megerősítve az embereknél a Szent Király tekintélyével fennálló hatalmat. Tehát ennek már akkor is megvolt a politikai jelentősége. A három nemzeti ünnep közül talán minden magyar emberhez hasonlóan a téma előadójának március 15-e a legkedvesebb. Természetesen azért március 15-e az, ami gyerekkorom óta legjobban belém ivódott, mint nemzeti ünnep. Elsőként az embernek az jut eszébe erről a szóról, nekem az ugrik be. Nyilván az augusztus 20-a a látványosságaival, ami ugye a Kádár korszakban is ugye megünnepelt tűzijátékával és a egyéb víziparádéval, többi ilyen dologgal, és hát természetesen 56-os forradalom pedig azért, mert azt meg fiatalkoromban, de diákkoromban nem gondoltam volna, hogy lesz lehetőségem megünnepelni, mert hogy annak idején, amikor Kádár korszakban végeztem a tanulmányaimat, gyakorlatilag akkor végeztem, amikor jött a rendszerváltás, és azóta vagyok tanár, mióta a rendszerváltás van, tehát nekem már nem kellett a régi módon tanítanom 56-ról semmit, és hát ugye ez egy nagy megkönnyebbülés, így visszagondolva, hogy milyen kellemetlen lett volna, és milyen nehéz helyzet voltak azok a kollégák, akik abban az időben kellett, hogy helytálljanak, mondjuk töltem tanárként, és hát inkább ebben a vonatkozásban szoktam bele gondolni, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy ettől megmenekültem. Április 11-e a költészet napja. Városunkban ezen a napon gazdag programból válogathatnak az irodalombarátok. Felolvasások, előadások várják az érdeklődőket. A rendezvények sorában lesz új elem is, melyet a Jókai Mór Művelődési és Szabadidőközpont koordinál. Középiskolások flashmobot szerveznek a főtérre ezen a napon. A főtér lesz a helyszíne annak a flashmobnak, melyben négy középiskola diákjai vesznek majd részt. A Művelődési Központ munkatársai vetették fel a fiataloknak a villámcsődület ötletét. Azt már eldöntötték, hogy Radnóti Miklós Bájoló című versét mondják majd április 11-én itt 17 óra 15 perckor. Még azt is felvetették maguk a diákok, hogy osztanák ezt a verset, sokszorosítjuk, és ott a főtéren osztogatják az arra tévedőknek, vagy járókelőknek, vagy reményeink szerint erre a programra odaérkezőknek, és bárki bekapcsolódhat, innen is felhívjuk a tisztelt pápai polgárok figyelmét, hogy kapcsolódjanak be, és legyen ez egy ilyen főtéri, spontán, ám de azért mégis nagyobb tömeget megmozgató rendezvény. A főtéri villámcsődület után aztán vers út keretében az érdeklődők átsétálnak a színház épülethez, ahol a kortárs társas program sorozatnak köszönhetően a Szücsinger duó lesz a vendég, Szálinger Balázs író-költő és Szűcs Krisztián énekes. A költészet és a zene világában több ilyen páros is összeállt a rájátszás koncerteknek köszönhetően. Íróköltők összeálltak ismert zenészekkel, és ők egymás verseit zenésítették meg, illetve dallamokra születtek szövegek. Ebből a felállásból alakultak ki párosok, akik összeszoktak már, úgyhogy így jött létre a Szücsinger duó is, akik járják az országot és próbálják népszerűvé tenni a kortárs alkotásokat mind az irodalom területén, mind pedig a zenében. A zenés verses beszélgetős est április 11-én 18 órakor kezdődik a színház épület emeleti előterében, melyre szeretettel várnak minden érdeklődőt. Ezen a napon 17 órakor a Hétcsilla Kulturális és Sportegyesület felolvasást tart az Esti Kornél Kávéházban, a Nyugdíjas Egyesület irodalmi színpada pedig a Hemóban lép fel 16 órától. Április 11-én válogassanak a programok közt, és olvassanak, hallgassanak verseket. Holnap hűvösebb időre számíthatunk, jöjjön az időjárás jelentés. Pénteken már sok felhő lesz felettünk, és egyre több felé várható eső, zápor, zivatar. Sokfelé élénk, erős lehet a változó irányú szél. Keleten még 24-25 fokot mérhetünk, nyugaton viszont már jelentősen visszaesik a hőmérséklet, így területünkön is csak 15 fok körül alakulhatnak a maximumok.
Kedves nézőink, ezek voltak mai híreink, nézzék majd holnap is a híradót, várjuk Önöket, viszontlátásra!